Húsvéti díszbe öltözött Pulai Lászlóné virágos kertje. A Svensz Balett és Tánciskola vezetője pár éve kezdett el komolyabban foglalkozni a kertészkedéssel, azóta már mintegy fél tucat növény díszíti a Kazanlak körúti tömbház előtti kis kertet. A pedagógus híradónknak elmondta, a kert minden virágának története van, és olyan növény is akad, melyet Horvátországból hozott magával Kanizsára. Pulai Lászlóné hangsúlyozta, a kert szépsége, gondozottsága különösen fontos számára a mostani időszakban, hiszen a virágzó növények azt is szimbolizálják, hogy a természet ebben a veszélyhelyzetben is élni akar. Pulai Lászlóné a kiskert legújabb lakóinak számító fanyucikat egyébként ajándékba kapta egy ismerősétől. Gondoltam, hogy mi lenne, hogyha egy kicsikét földobnánk még egy-két ilyen kis aranyos nyuszival, és tavaly évben Pécsre mentünk, Mazsorett versenyre, és konvojba mentek az autók, és az út szélén megláttuk, hogy árulják ezeket a fanyuszikat. Hát az volt érdekes, hogy az összes autó leállt sorba, és mindenki ment fölvásárolni a fanyuszikat. Így került aztán hozzánk a tavalyi évbe ezek a kis kiegészítők. Idén pedig egy szomszédasszonyom közbenjárásával az egyik kolléganője, jó barátnője meglepett minket ezekkel az új fajta fa nyuszival és tojásokkal.